Hali papi mami mindenkinek, ma be fogom nektek mutatni a VD húkának a kerámiáját. Hát lesnem kell, mert ez a Tonkapf, talán így hívja németül ezt a különleges kerámiát. A VD húka márkáról annyit kell tudni, hogy ez egy német márka, én nagyon szeretem, hogy a vízipipám is van, VD húka, illetve láthattatok előző videóban talán a VD húkának a konzolját is, most maga a kerámiájával fogunk megismerkedni. Anyagát tekintve azt mondja, hogy különlegesen természetes anyag, és fúrnak, az nagyon teljesen egyértelmű. Anyagát tekintve hú, és akkor fúrnak, ez meg, hát ez hihetetlen. Pár óra elteltével sikerül úgy néz ki felvenni a videót, ez a gyönyörűsége a videózásnak. Na hát annyit kell tudni róla, hogy a gyártó azt mondja, hogy eredeti agyagból készült, ez nem tudom mit jelent, hogy eredeti, hogy van-e műanyag. Hát szerintem ez fehér agyag, de azért egy kicsit ilyen félbarna állapotban van. Tehát még az is lehet, hogy valami vörös agyag keverék, nem, ezt tényleg nem tudom. Ültartalomra egyébként viszonylag mély, amit hát annyira nem feltétlenül kedvező, hogyha mély egy fanel kerámiát, tehát jobb inkább, hogyha laposabb. Kinézetre viszont nagyon szép. Igazából a textúráit végül olyan, mint valami ilyen sárkánynak a bőre jut eszembe, ilyen bordázott, ilyen fogásra is, tehát súlyra is azért jó érezni rajta, hogy egy masszív darab, a teteje mázas, illetve egy mártott mázas kerámiáról van szó, tehát víz alatt el lehet mosni nyugodtan, és ezt a gyártó honlapján le is írja, hogy nyugodtan vízzel ki is lehet öblíteni, tehát semmi probléma nincs ezzel. Hát a szokásos marketingen felül jó hőtartó, tehát úgy van kialakítva, hogy nagyon jól vezeti a hőt, illetve tartja. Hatalmas füstöket ígérnek, de hát ezt gyakorlatilag minden gyártó ezt ígéri, hogyha egyszer csinál egy fanel kerámiát. Minden esetre többféle színben is kapható, és a VD húka logó itt rajta van alul. Nézzük meg akkor, hogy mit szeret enni ez a kerámia, hiszen talán a legfontosabb az összes ilyennél, azon kívül, hogy mennyire adja az ízeket. 209 g a kerámia. Így töltetlenül. Nézzük meg, hogyha megtöltjük, akkor mennyi lesz. Körülbelül ennyinek elégnek kell lenni, ahhoz, hogy ne érjen bele a színkonzol. Illetve hát én semmiképpen nem szeretném, hogy beleérjen, mert ahhoz azért túl sok, tehát túl mély ahhoz, hogy egy olyan tömést csináljunk, ami hozzáér a konzolhoz, akkor az alja az biztos, hogy nem fog felhevülni rendesen. Hát jelenleg 15-16 gram, tehát én ilyen 16 gramot teszik ez a kerámia, ami hát mondhatni, hogy igazából annyira nem sok, tehát egy teljesen normális, ilyen 14-15 gramot teszik egy kerámia, az teljesen normális, egy ilyen fanel, úgyhogy nagyjából ez is olyan maximum 17-et tömnék bele, többet semmiképp. Tehát akkor ez nagyjából egy teljesen normál fogyasztású kerámia, sokkal többnek gondoltam egyébként, és akkor erre jön rá a, hát akkor most már stílszerűen a VD húka konzol. A tesztet azt egy teljes VD húka felszereléssel tesztelem, tehát tényleg nem lehet rá panasz, hogy ennek így kell kinéznie. Egy VD húka bogot a vízipipából szívom, a belejáró szilikon szívőcső, egy Matalion üveg szívócső van hozzá, és a VD húka fanel kerámia, illetve a VD konzol, szénkonzol, két darab bukokóval. Hát mit is lehet elmondani egy dohánytölcsérről, egy dohánytartóról, azon kívül, hogy tegye a dolgát, jól hozza az ízeket, ne egyen nagy túl sokat, passzoljon rá az aktuális konzol, legalábbis a szabványméret az passzoljon rá. Ha lehet, akkor mosható legyen, ugye az egyedi kerámiák, mint mondjuk a Oblakonak a killerje, vagy pedig neki is van mázatlan kerámia, nyilván azok nem moshatók, azok pont az a lényeg, hogy megszívják magukat, ez egy mosható kerámia. Ezeknek ő eleget tesz, tehát
Igazából nem tudom rá azt mondani, hogy ez egy kiemelkedően magasan jó kerámia, vagy egy bizonyos dolgokban elmarad a többitől. Egyszerűen teszi a dolgát, ez már tényleg picit ilyen márkafüggő ez a dolog. Kiemelkedőt nem tud nyújtani, viszont amire kitalálták, az tökéletesen megfelel. Tehát ő egy nagyon megbízható kerámia. Nekem ez a öblösség egy kicsit zavaró. Szerintem jobban kéne oda teríteni a dohányt. Tehát én nem csináltam volna ennyire öblösre. De igazából most, hogy tudom, hogy ilyen 15-16 grammot eszik, ezzel sincsen különösebb probléma. Nem vettem észre azt, hogy rosszul viselkedne, tehát megégne esetleg a tetején a dohány, vagy ez az öblösség, ez valamilyen hátránya lenne, de azért jobban szeretem a telítve, van jobban a dohány. Hát innentől kezdve meg igazából ízlések és pofonok, tehát mondhatni, tényleg nagyon sok kerámián azt vettem észre ilyen dohánytartó tölcséreknél, hogy itt már tényleg az embernek a pipához mérten a kinézete, vagy a márkahűség a legfontosabb sok embernek, kivétel persze ilyen kvasszár, meg az oblakónak a hagyományos, mondjuk a killerje, meg tényleg ezek, mert meg vannak bizonyos orosz dohánytölcsek, ami fekete dohányhoz készültek, ezek mind, meg a minik, ezek ilyen kivételek, de alapvetően van egy ilyen bevált recept, hogy hogyan kell kinézni egy fanelnak, kompatibilis legyen, jó hozza az ízeket, és ennek ez is eleget tesz 100%-osan. Kinézete nekem egyébként tetszik. Nem tudom, hogy maga ez a VD Hooka dizájnhoz mennyire megy ez a sárkányos dizájn. Nem mondom, hogy 100%-osan illik rá a kerámia. Színekben egyébként van egy csomó fajta, de nem feltétlenül az az igazi VD Hooka design, inkább egy kicsit extrémebb, bár nekem mondom, kifejezetten tetszik, nekem bejön ez a kicsit ilyen extrém. Ráadásul elfelejtettem még mondani róla, amit tényleg még el tudok mondani róla, hogy a közepén, mint az oblakónál is ugye van egy pár ilyen kis perem belül, hogyha a gumi tömítésre ráhúzod, akkor ne pattanjon le. Ennél folyamatos ilyen csiga alakú bemélyedés van, ami nagyon jót tesz neki, tehát ahogy ráhúztam így a VD Hookára, az tényleg annyira passzolt, hogy ezt tényleg rákészítették. Tehát azt viszont 100%. Tehát összefoglalva a kerámia szerintem nagyon jó, kicsit lehetne kevésbé öblös, mindig azt mondom valahogy a kialakításán. A design az meg már tényleg döntse mindenki, hogy tetszik-e neki vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy teszi a dolgát 100%-osan. Innentől kezdve meg tényleg már csak ízlés kérdése, hogy úgy mondjam, gusztus dolga, Gálvölgyit idézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, bőfüstöt mindenkinek, és halipapi mami.